Köszöntöm Önöket, szép vasárnap estét kívánok mindenkinek, Karnok Ádám vagyok. Ha vasárnap, akkor Nézőtér, Gyöngyös és a Térség kulturális magazin műsorát látják, és a mai műsorban is kiváló programokkal készültem. Elsőként megnézzük, hogy hogyan sikerült a kultéri piknik, aztán ellátogatunk a Jövőre veled ugyanitt színházi előadásra. Végül benézünk a ferencesekhez, és a műsorunk legvégén megnézzük, hogyan sikerült a Vahotkör alkotótábora. Ezek mai témáink, tartsanak velem a következő fél órában. Kezdünk! Folytatódott tovább a Kultér Piknik rendezvény sorozata Mátra Művelődési Központ színpadán. Hát most mondhatnám, hogy az utolsó, de hát a közönségnek annyira tetszett, hogy a hónap végén visszatapsolták, és újabb zenekarok lépnek majd föl a színpadra. Most azonban nézzük, hogy hogyan sikerült az utolsónak mondott koncertsorozat. Az egy hónapig tartó Kultér Piknik záró estjéhez érkezett, a Seres Brothers lépett a színpadra. A Seres formáció 1997-ben alakult, majd Favor néven váltak ismerté. 2009-ben az együttes nagy átalakuláson ment keresztül, és ismét nevet váltott, akkor Fivérek néven hallhat őket a közönség. Az igazán nagy áttörést azonban az Országos Tehetségkutató műsor hozta el számukra. Saját szerzeményükkel bekerültek az élősóba, majd több hetes megmérettetés után sikerült elhozniuk a legjobb zenekarnak járó címet. 2011-ben az együttes a Gypsy Kings élőzenekara volt a Budapest Sportarénában. Egy évvel később albumukat Fonogram díjra jelölték. 2014-ben a zenekar feloszlott, majd több éves kihagyás után a csapat két tagja, Seres Krisztián és Seres Róbert úgy döntöttek, hogy ismét színpadra állnak, és latin zenei műfajban a Seres Brothers néven szórakoztatják a közönséget. Az est második fellépője a Nem Ereszti zenekar volt. A formáció még alig két éves, mégis számos dal és koncert fűződik a nevükhöz. Az öttagú zenekar fiatal énekesnője a gyöngyössolymosi Tóth Kovács Eszter, a négy fiú pedig Farkas Szabolcs, Faragó Benyi, Barta Zoltán és Nádli Attila. A Kultér Piknik a nyár folyamán minden pénteken jó hangulatú koncertekkel várta az érdeklődőket. A nagy sikerre való tekintettel augusztus utolsó hétvégén újabb három fellépővel készülnek a szervezők. Augusztus 30-án Gyöngyösre érkezik majd a The Pontiac, a Meringer Akusztik és a Random Akusztik zenekar is.
A Pesti Művész Színház művészei mutatták be Gyöngyösön a Jövőre veled ugyanitt című végjátékot a Mátra Művelődési Központ színpadán. Főszerepekben Egyházi Gézát és Vogarasi Bernadettet láthatta a közönség. Miért néz így le? Hát, jól lejöttünk a csőbe. Azt gondolja? Hogy lehet valaki ennyire üde és elragadó. Sokkal könnyebb lenne, hogyha maga is bedalott szemekkel ébredne, mint a többinek. A jó Isten úgy gondolta, elég harcolból vastag. Nézzél, nem olyasmi, hogy csak úgy átlegsiklani, ezt meg kellene tárgyalnunk. Oké. Okay. Most hová megy? A fürdőszobába. Várjon, kérem, várjon, üljön le ide is. Engedje meg, hogy először én beszéljek. Mindenek előtt azt szeretném mondani, hogy ez az éjszaka volt a legszebb, a legcsodálatosabb, a legboldogabb dolog, ami az életemben történt, és nem fogom elfelejteni. Sem az éjszakát, sem magát. Doris. Tessék? A nevem Doris. A neve Doris. Igen. Csú, egész éjszaka Catherine-nek szólítottam. A Pesti Művész Színház művészei mutatták be Gyöngyösön a Jövőre veled ugyanitt című vígjátékot. Bernard Slide 1975-ös alkotását Tony díjra jelölték, majd a film adaptációért az Oscar jelölést is begyűjtötte. A darab több mint 1400 előadást ért meg a Broadway-on, világ több országában is bemutatták. A történetben Doris 24 éves, boldog házasságban élő asszony, a kaliforniai Oaklandből, George 27 éves nőskönyvelő New Jerseyből. A férfi és a nő véletlenül összefut egy kaliforniai tengerparti fogadóban, ahol Doris egy vallási közösséggel, még George egy üzleti partnerével találkozik. Találkozásuk másnapján pedig arra ébrednek, hogy egymás karjaiban töltötték az éjszakát. Mindkettőjükkel először fordult ez elő, ám ettől a pillanattól fogva nem utoljára. Különös, szerelmi kapcsolat kezdődik kettőjük között, amelynek lényege, hogy évente egyszer ugyanabban az időben, ugyanott egy kellemes hétvégét töltsenek együtt, s azután mindketten folytatják saját életüket, de vajon meddig mehet ez így? Ez most mi lesz? Mindennek. Az egésznek. Minden egy gyönyörű hétvégével. Köszönöm. Milyen nehezen vettem fel? Igen, itt apa beszél! Igen! Na és mi a helyzet? Minden rendben? Hogyan? Kiesel? Na nem mondd, és megyek! Persze, hogy önérte a fogtunk egy kicsikém, és hozza neked a másikat. Igen. Még ma is, hiszen tudod. Igen, hát persze, hogy sodán vagyok, ez nagyon szép szoba. Egy szép van benne kandalló, egy szép, meg egy nagyon kényelmes ágy, tudod? Igen. De most már lassan kell menned lefeküdni. Állukál, tudod? Persze, hogy szeretlek is. Igen. Én még nem, nekem még dolgom van, tudod? Apának még dolgozni kell. Jó, Krisztián, nagyon szeretlek én is. Puszi, puszi, puszi! George szerepében Egyházi Gézát láthatta a közönség, Doriszt pedig Fogarasi Bernadett játsza. A darabot Márton András, Jászai Mari díjas művész rendezte. Találj, hogy hívják? Fogarasi. Doris. Kapac. Ez de édes. Mit szólsz? Hogy te bűvá. Ugye? De édes. Szerintem nem túl nagy a fejed. Nem baj, majd hozzá. Tudod, olyan furcsa ez. Most imádom nézni a kisbabákat, de én magam már nem akarok többet. Lehet, hogy ez azt jelenti, hogy végre kialakul a személyiség. Nem lehet. Nem is olyan nap, tényleg. Figyelj csak. Minden ezt itt hoztam. Ezt akkor vettem, amikor megszületett a kicsi. Igazi havalmaszim, ha egyet félretettem. Mindenség. Minden Harrynek. George! Harry most is úgy tudja, hogy lelki gyakorlaton vagyok. Ja. Mit mondjak neki, hogy egy kubai apácától kaptam a gyerekeket? Éppen most születettem, hogy a nagyfejű kislány.
Újabb előadást tartottak a Gyöngyösi Ferences könyvtárban, ahol is a téma a 100 évvel ezelőtti kereszténység és humanista mozgalmak voltak. Előadásra várták az érdeklődőket a Gyöngyösi Ferences könyvtárban. Az eseményen a 100 évvel ezelőtt működő keresztény és humanista mozgalmakat mutatták be az előadók, Tóth Vilmos nyugalmazott gimnáziumi tanár, valamint Varga Kamil ferences káplán. Az egyik ilyen mozgalom a KALOT, vagyis a Katolikus Agrárifjúsági Legényegylet országos testülete, amely az egyházi indítatású világi szociális agrárifjúsági reformmozgalom volt, egyben a 20. századi magyar történelem egyik legismertebb civil szerveződéseként tartják számon. A mozgalomnak 4 jelszava volt: Krisztusibb embert, műveltebb falut, életerős népet, önérzetes magyart. Legfontosabb célja pedig a parasztság anyagi és szellemi felemelkedése volt. Elindítják ezek a fiatal emberek, először 2, majd 4. Elindítják a szervezkedést. Megfogalmazzák a programjukat, mégpedig azt, hogy krisztusi emberre van szükség. Tehát vallás, erkölcs, 2000 éves erkölcsi rendszer. Aztán fel kell zárkóztatni a falvakat. Már régóta meg kellett volna tenni. Öntudatos magyar embereket kell fölnevelni, kinevelni, mert életerős nemzetre van szükség. Ott megtanulják őket a modern gazdaságra, mindben mintagazdaság van. Mintagazdaság, dán mintagazdaság, és ott tanulják meg gyakorlatban, élesben, hogy hogy kell művelni egy szőlőt, vagy egy gyümölcsöst, vagy hogy lehet intenzív állattartással foglalkozni. De nem csak ezt kapják, hogy hogy kell gazdálkodni, hanem teletömlik őket műveltséggel. Mert a műveltség, a tudás rendkívül fontos. Műveltség és tudás nélkül egy népnek nincs jövője. A Heves Vármegye című újság beszél arról, hogy Gyöngyös Halászon is megalakult a legényegylet, báró Lindelof Henrikné fővédnöksége alatt Esperes plébános segítette Miklós Gábor és Csomós János kántor tanító. A Csomós családnak valamelyik leszármazottja megírta ennek a kántor tanítónak a tevékenységét, és hát igen, kiemelte, hogy mennyit küszködött, dolgozott azon, hogy Halászon is jól működjön a katolikus ifjúsági legényegylet, illetve ez csak egy eszköz volt, egy lehetőség volt arra, hogy az ottani lakosságot, a fiatalságot, a következő nemzedékeket egyre jobban fölemeljék erkölcsileg és műveltségben, tudásban, ismeretben. Csomós Jánosról ezt olvassuk. A legényegylet megalapításával a fiatalokat ki akarta vezetni az elszigeteltségükből, életük sikeres megoldásához kívánt segítséget nyújtani. Közös művelődés és önsegélyezés megszervezésével. Meg volt győződve arról, hogy a társadalmi bajokat csak a keresztény elvekhez való visszatérés által lehet enyhíteni és megoldani. Az agrárifjúsági mozgalmak mellett Gyöngyösön Páter Kis Szaléz megalapította a Kedimet, amelyben a gyöngyösi fiatalokat egy ifjúsági munkaközösségbe invitálta a 4 közös cél szellemében: egészséges test, tiszta erkölcs, keresztény élet és boldog magyarság. Páter Kis Szaléz a II. Világháború ideje alatt került Gyöngyösre, a háború után legfontosabb feladatának az ifjúsággal való foglalkozást tartotta, ehhez azonban egy hatékony szervezetre volt szüksége. Ekkor alapította meg a katolikus valláserkölcsi alapokon működő szervezetet, a keresztény demokratikus ifjúsági munkaközösséget, a Kedimet. A 3. mozgalom a Kalász, vagyis a Katolikus Asszonyok és Lányok Szövetsége.
A kalász célja az volt, hogy közvetítse és erősítse a keresztény értékeket, valamint hogy a lányokat felkészítse a női hivatás betöltésére. A mozgalom alapítója Lucembach Rita, aki saját birtokán kezdett el keresztény szellemben foglalkozni az ott élő lányokkal, valamint Stettner Andrea szerzetes nővér, aki Erdélyben végezte ugyanezt a munkát. A szerveződés 1936-ban jött létre Magyarországon, Katolikus Lánykör Szövetség néven, Svoly Lajos püspök pártfogásával. Heves településen is megalakult az első közös összejövetel. Különböző táblákat készítettek katolikus és kalász rendezésnek az összejöveteléről. 60-an jöttek össze először a hevesi kalászlányok, aztán szépen lassan, ahogy tanfolyamokat elvégeztek, például egy kosárfonó tanfolyamot, vagy bármilyen más jellegű agrártanfolyamot, vagy akár olyan tanfolyamot is, ami a közösségek vezetését segítette elő a különböző résztvevőknek, úgy nőtt az ő létszámok is. Az egyesület eleinte a falusi lányokkal foglalkozott, mivel ők szorultak leginkább arra, hogy elemi iskolai tanulmányaik befejezése után tovább műveljék, neveljék őket. Az 1946 évi betiltása idején mintegy 60 ezer taggal rendelkezett. A mozgalom 1989-ben kezdte meg újra működését, ekkor már nem csak a falvak, hanem a városok területén is. 1990-ben jegyezték be hivatalosan, mint egyesület. Az előző évekhez hasonlóan idén is megrendezte alkotó táborát a Vahotkör Mátrafüreden. Idén augusztus 7-e és 9-e között várták az érdeklődőket, a három nap alatt számos programon vehettek részt az ide ellátogatók. A Vahotkör két éve szervezett először többnapos alkotótábort. A nagy sikerre való tekintettel idén is megtartották az eseményt. Augusztus 7-e és 9-e között Mátrafüreden gyűltek össze a Vahotkör tagjai. Az első napon meglátogatták a Baba Múzeumot, majd Farmosi László rendhagyó irodalomóráján vettek részt, majd különböző versformákkal ismerkedtek meg. Másnap Hajnal Éva, pécsi költő volt a vendégük, akivel együtt szabad verset írtak, délután pedig Balla Ferenc rádió szerkesztő tartott előadást a prózairodalom egyperceseiből. Ehhez kapcsolódóan a Vahotkör tagjai azt a feladatot kapták, hogy Radnóti Miklós Naptár című versösszállítása alapján írjanak egyperces műveket, amelyben a különböző hónapok jelennek meg. Lépteim recsegnek a habon, mélabúsan lépkedek, kabátom cipzárját csak így felhúzom, és tüdőmre szívom a hideg szelet. Hajnali csendől elállt, munkába megyek, mint máskor. Házós, gidergős hajnal, egy-két alak tűnik föl itt-ott, kik hasonló cipőben járnak. A műhely fél-hatra nyitnom kell, a kollégák már várnak. Csendben, giderekbe, de hatkor már megindul az élet. A teherautók javítása, mely ránk vár, nagy odafigyelést igényel. Beszélgetős hónap, adsz és adhatok. Még itt vagy és tanítasz. Játszótársak is vannak melletted. Verses délutánok, zenés barátok, gyerekek kik melléd bújva. Papa, maradj még, kérlelek. Istennel nem szállhatok vitába, ti se tegyétek. A most és a vant éljük, ez a miénk. A február mindig az élbolyban, de nem tülekszik, kivár. Ha a tél ünnepei megfakulnak, ellobbannak a csillagszórók, kiürülnek a pesmős üvegek, már visszatalálnak a hétköznapok a régi kerékvágásba, új évszaknak ágyaz az idő. Délidőben jártunk, a nap verőfényesen tündökölt, sugarai ontották a meleget. Tiszta kék ég alatt akácvirágok illatfelhője kíséretében haladtunk. Nekem, aki a hegyek között él, szokatlan volt, hogy óriási távolságokra el lehetett látni.
Néha egy-egy távolabbi falu templomának tornyán megcsillantak az aranyszínű napsugarak. Ez a móka minden bizonnyal megtörtént a múlt század boldog 60-as éveiben, mert az erdőmérnök hallgató firma, aki elmesélte, már az ötödik korsó álszoksör után volt. Azt pedig illik tudni, hogy nem csak a borban van igazság. Abban az időben az isteni fényben tündöklő firmák tanulmányúton voltak Magyarország szép erdős vidékein. Egy kisváros zegzugos utcáin kóvályogva kerestek esti szórakozó, azaz ivó helyet. Megtudták, ma meg is hallották, hogy a főtéren cigánzenés mulató a művelődés központja, amelyben a híres primás, nevezetesen Klopka Józsi és a bandája muzsikál. A három nap alatt a képzőművészek folyamatosan alkottak a szabadban. A tagok különböző túrákon vettek részt, illetve Mátra Istell a vezetésével egy irodalmi vetélkedőt is szerveztek, amelynek témája Molnár Ferenc, a Pál utcai fiúk című regénye, valamint Petőfi Sándor, János Vitéz volt. A tábor végén pedig kiállítást rendeztek az irodalom és a képzőművészeti alkotásokból. Ennyi fért a mai nézőtérbe, köszönöm, hogy velem tartottak, hogyha lemaradtak volna az adásról, már visszanézhetik YouTube csatornánkon, de követhetnek bennünket minden social media felületen. Ott vagyunk a gyöngyösma.hu weboldalon is, itt híreinket és programjainkat is böngészhetik egy helyen. Jövő héten ugyanekkor várom Önöket, addig is vigyázzanak magukra és ne felejtsék el, egészen éjfélig még életben van a hőségriadó, úgyhogy fogyasszanak minél több folyadékot, vigyázzanak egymásra és embertársaikra, és természetesen házi kedvenceikre. Legyen szép az estéjük, viszontlátásra!